Üdvözlöm a nézőket! 1977-ben elindult egy műsor a Szabadkai Rádióban a fiatalokról fiataloknak, azaz az röviden csak Fifi. 38 év után holnap, azaz az szombaton ismét lesz egy retro műsor, egy osztálytalálkozó, és ennek kapcsán vannak itt ma vendégeim, itt van velünk Német Ernő, itt van velünk Mamuzsit László, és itt van velünk Puckó György. Ugye a László volt az egyetlen, aki rögtön az elejétől ott volt. Audíció. Hogy nézett ez ki? Hogy, hogy keveredett oda? Hát én úgy keveredtem oda, hogy tulajdonképpen én a 60-as évek végétől, ezt most sem kellene elmondanom, mert akkor rögtön kisül, hogy milyen idős vagyok. Tehát a 60-as évek végétől én a jópajtásban kezdtem az újságírást, majd a képes ifjúságon is a hét napon keresztül folytattam. A Szabadkönyv Rádiónak volt egy hasonló nevű ifjúsági műsora, és ők írtak ki egy, egy pályázatot, egy audíciót. Szeptember első hetében ez az audíció tudás felmérő, ez meg is történt. Ezen a tudásfélmérőn az első generációból Mácsai Tibor volt az, aki a Szabadkai Rádióban később nagyon sokáig szerepelt, felesége Irén, Csordolics Béla, Klebecsko Árpád, Farkas Edit, eh, hogy még néhány nevet említenék, Neiszicu, aki az olimpikon Dér az az édesanyja, és jó magamat említhetném, tehát mi voltunk azok, akik kezdtünk. Ez tulajdonképpen egy, egy felállás volt, eh, ami egy éven keresztül vitte a műsort úgy, ahogy, akkor még Gyula nem volt velünk, Solt is Gyula, hanem eh, Hornak Feri, illetve Rőri Ottó, és aztán harmadik műsort követően jött Gyula is. Én azonban a fifit, az igazi komoly fifit a 78-as évtől kezdve számítom. És itt jön képbe György Itt is. Jön képbe Gyuri, mert 78-ban akkor Buckó György, Barra ilyen Ágoston, Gabriella és a többiek még jöttek hozzánk, Zsigovic Ágoston és a többiek, és attól a naptól kezdve, tehát attól a pillanattól kezdve a fifi, igazán fifi. A legelején klasszikus dolgok, amiktől a rádiósok általában szenvednek, de hát, hogy gyűlölöm a saját hangomat, hogy kell beszélnem, levegővétel, stb. Ez mennyire okozott gondot, vagy ezen könnyen átlépett mindenki? Hát a legnagyobb gondot az első időben tulajdonképpen az okozta, hogy a Szabadkén Rádió még nem a múltkori épületében volt, hanem a régi városháza termében, és mi akkor, amikor műsort akartunk vezetni, akkor tulajdonképpen fel kellett verretnünk a Szabadkén Rádió csúcsába, a tornyában, ott volt egy stúdió, tehát tulajdonképpen mire fölértünk, lihegtünk. Ez volt a legnagyobb probléma. Normális, hogy az volt a legnagyobb dolog, hogy megtanulni, hogyan lélegezni, hogyan beszélni, ezeket a dolgokat elsajátítani, ami tulajdonképpen ma is és az újságírásnak az alapja. Szerintem mindenki ezt, ezt tanulta meg, ez volt egy, egy, egy olyan osztály, egy olyan találkozó, ahol mindenki ezt elsajátította, és ez a mai napig ez a lényeg. Gyöjtő, szeretném kérdezni, hogy valaha előtte gondolta arra, hogy rádiózni fog, vagy ez teljesen egy baráti ötlet volt, és utána gyakorlatilag azt tudom, hogy nem bánta meg, de hogy így keveredett bele? Teljesen baráti alapon, Maguzsik Laci barátom csábított oda, és hát ugye oda, amikor bekerültem, ott egy fiatal csapat volt, fiúk, lányok, ugye ez az utóbbi jobban érdekelt, és, és nagyon jó hangulatú, nagyon jó társaság volt. És ott mi szombat reggel összejöttünk, a műsoridő végéig három óráig ott együtt dolgoztunk, együtt viccelődtünk, sírtunk és nevettünk, és utána néha persze három óra után is. A szombati nap az nekünk ennek a jegyében telt el. És nyilván az együttműködés jó lehetett, mert a 82-ben történt egy szuper dolog, mi volt ez? Tehát volt egy felmérés, és 84-ben 84 -ben. 84 -ben. 84 -ben történt egy szuper dolog, tehát 84-ben a vajdasági rádiózás történetében egy körkérdést végeztek, ami alapján meg kellett határozni, hogy a vajdasági rádiózásban, a magyar nyelvű rádiózásban melyik az a műsor, amelyik a leghallgatottabb. Nem mondom, hogy természetesen, de természetesen a Szabadkai Rádió Ifjúsági műsorra volt ez, amely torony magasan a leghallgatottabb leghallgatottabb műsor volt a vajdaság területén. Ráadásul egy olyat említettek nekem az előbb, hogy, hogy, volt egy olyan specifikum ennek, hogy ez nagyon széles sávba volt hallható annó. É elnézést. Én úgy tudom, hogy 100 kilométeres körzetben a közép hullámnak köszönhetően. Tehát nekünk visszajelzéseink voltak Erdélyből, Magyarországról, Horvátországból, sőt, egy extrém esetet a Laci jobban el tud mondani, még Norvégiából is rádióamatőr is jelezte, hogy fogta a műsort. Akkor ugye ehhez olyan túl sok hozzáfűzni való nem kell. Tehát nagyon nagy számú hallgatója volt a műsornak. Közben elindultak a terepi műsorok, nem igazán tudjuk a mai technikát ismerve elképzelni, hogy hogy nézhetett ki ez? Milyen technika kellett ahhoz, hogy terepen akkor lehessen élő műsor csinálni? Hát elsősorban a rodik voltak a legfontosabbak, azok a rodik, akik ezt az egész mechanikát, hogy így mondjam, technikát mozgatták. Volt a Szabadkai Rádiónak egy úgynevezett zsútyója, egy terepi sárga színű kombia, tehergépkocsia, amin, amelyben volt egy felállított terepi technika. Hát ez főleg katonai technika volt, az volt a lényege, hogy magából a terepből, a terepről, tulajdonképpen a rádió jellett be kellett sugározni a Szabadkő Rádió épületébe, itt volt egy adó, ez az adó ezt tulajdonképpen ezt a jelet felerősítette, és azután sugározta akár Vörösfalba, akár tehát az útrövid hullámú adóra, akár Palicsra, ahol volt a közép hullámú adó, és, és, így kerültünk ki az éterbe. Hát ez a technológia az érdekes, hogy végig hát Ernő, amikor, amikor oda került, akkor már akkor, akkor, mivel dolgoztak? Én Viszonylag késő 86-ban kerültem a Szabadkai Rádióba, természetesen korábban hallgattam a Fifi-t, Kedvenc műsorom volt, amikor megjelent egy újságcikk rólatok, akkor én azt gyűjtöttem. Például a, most az interneten mindig látható első csoportkép is gyakorlatilag az én gyűjteményemben való. Tehát egy valóban egy nagyon jó műsor volt ez a Fifi, és én szerettem volna bekerülni, ez 86-ban sikerült. Hát abban az időben még nagy UR magnókkal dolgoztunk, 9 8-9 kiló volt, úgyhogy nem volt könnyű vele mászkálni terepre. Ugye nagy volt, kezelni is kellett, ezzel dolgoztunk. Ugye a mai rádiókban borzasztó egyszerű dolga van az embereknek, hiszen MP3, számítógép, minden, de hát beszélgetünk, hirtelen jön a zene, hirtelen jönnek a reklámok, tehát bármit meg tudunk csinálni. Abban az időben azért ez nem volt ennyire egyszerű, főleg, hogy nem is CD-ről, hanem bakerit lemezekről beszélgethetünk. Tehát hogy néz ki gyakorlatilag egy műsor? Tehát a beszéd, arra rá a zene, milyen zene. Hát ha, ha magáról a technikáról beszélünk, ez talán azért érdekes, mert ahogy említetted is tulajdonképpen, akkor voltak a bakelit lemezek, az, el, az LP, illetve az MP, vagyis a lemezek, a kicsi és a nagy lemezek, és akkor voltak az orsós, úgynevezett szalagos magnók. Azért érdekes ez az egész dolog, mert Gombár Miklóssal és Cseh a technikus kollégákkal mi éjjeleketben voltunk a Szabadkéj Rádióban, csak azért, és akkor az oknál kifolyólag hogy egy szombati műsorra már, már két-három Percet kivágjunk valahonnan valamiből, hogy az valami érdekes legyen. Így készült el többek között például a, a nyereményjáték spicce, így készült el egy-egy spic. Tehát sokkal nehezebb ö, ö, dolog volt elkészíteni valamit, mint ma visszatérve a zenére, ami volt a kérdés, akkor nem volt ekkora dömping, mint ma a mai világban. Akkor tulajdonképpen a 70-es és 80-as években, hogyha egy-egy előadó kiadott egy-egy lemezt, akkor ez egy egész évre szólt. Nem volt az, mint, mint most, hogy, hogy, minden pillanatban, minden percben ezer egy felvétel kerül ki. Akkor pontosan tudtuk, hogy volt a Melody Maker, vagy volt a Billboardnak a slágerlistája, az alapján be tudtuk irányítani, hogy mi az, ami, ami megy nyugaton, Természetesen mi is azt hoztuk meghatározott módon, elhoztuk a Szabadké Rádióba, és a fiatalok ezt hallgatták. Következő dolog pedig az, hogy amikor arról beszélgetünk, hogy beszerezni, akkor ez, ez mennyire volt nehéz? Ez külföldről kellett, főleg? Hát az egyik munkatársatok Kis János, vagyis Manó volt az egyik beszerző stílusa ennek az egész dolognak. Ő volt az, aki a Szabadkai Aquarius Lemezklubnak volt az egyik lemezlavasa. Mi többen azután szintén már vagy ott dolgoztunk, vagy másik lemezklubokban. Azért említem Jancsit, tehát Manót, mert neki volt egy nagyon érdekes kezdeményezése. Londonban előfizetett az egyik lemezkiadónál azokra a fel, kiadványokra, amelyek tulajdonképpen not for sale, tehát nem eladási célok kerültek. Úgy, így, oda jutottunk, hogy tulajdonképpen olyan lemezek kerültek a birtokunkba, akár a Lemezklub, akár a Szabadkai Rádió birtokába, amelyek hónapokkal előbb kijöttek, mint hogy tulajdonképpen a Schlager listák ezt ezt akár jelezték volna is. Hotel, Természetesen volt. nagyon sok nevez úgy mai világban szemét is bekerült ezekbe a dolgokba, de voltak nagyon érdekes dolgok is, mint például egy-egy együttes -egy -egy említenék csak a Baby Rattot, amelyeknek a Mexikánó című felvétele nagyon népszerű volt itt nálunk a lemez lemezklubokban. Azért érdekes ez a dolog, mert ez, ez, a, ez, a, ez az együttes, ez Londonban egy egyetemista társaság, akik nagy nehezen fölvették ezt a felvételt, Érdekes módon eljutottak Szabadkára, lejöttek a Szabadkai Lemezklubba, meghallották a saját felvételüket, és el nem tudták képzelni, hogy hogyan jutottunk hozzá ehhez a Lemezhez. Beszélgettünk arról, hogy terepi műsorok, beszélgettünk arról, hogy műsorok, műsorszerkesztések, különböző periódusból vannak ugye itt a témák, de mikor mi volt a legérdekesebb melyik időszakban? Gondolom, hogy nyilván különbség van a Györgyék időszakából, meg Ernőik időszakából. Hát az én időmben a tejcsárda két mikrofonhoz. Így hívtuk a terepi adásokat, és körbejártuk a környező településeket. Nagyon népszerűek voltunk, ott a helyszínen be is kapcsolódtak a, a, a hallgatók is a műsorba, és hát mindenféle téma volt. Tehát nem volt igazán nagy különbség az élő és a stúdió műsor között. Mert, mert, minden a fiatalokról szólt. Na jó, ezért nyilván közben megtudtam, hogy ugye itt arról is szó van, hogy ugye a, a vendégek, vagy akik oda elmentek, ők ugye interaktívan részt vettek ebben az egészbe, és hogy nyilván mi érdekel legjobban a fiatalokat, mint most is, akkor is, ugye hát a, a az ismerkedés, az összejövés, hát ez milyen, milyen oldalról volt ez, mind megvizsgálva, hogy ez egy ilyen műsor, hogy lehetett ezeket feldolgozni? Hát különféle módon, tehát írásokat közé tettünk, riportokat, de ezt, ezt a témát körbejártuk. Nagyon alaposan, minket is nagyon érdekelt. És akkor megszólaltattuk ugye a, a szebbik nem képviselőit, hogy mit nem tar milyen közeledést nem tartanak ők tolakodónak. Mi az, ami hol a határ? és érdekes válaszokat kaptunk valóban, és hát ez, ez a téma mindenkit érdekelt. Ez egy örök téma. Ez ma is érdekes, sőt, szerintem ma kifejezetten érdekes volna ez a mai mobiltelefonos világban. Hát mobiltelefonon ma elküldöd azt, hogy tetszett nekem, nem lehet lesülni, Legfőbb nem kapsz választ. De akkor ezt nem lehetett. Ott oda kellett állni, és valamit ott mondani Szerinti kellett. Úgyhogy ezek kemény idők voltak, érdekes idők voltak, és hát ezt a rádióban kiveséztük a legapróbb részletekig. Ernő nyilván azért, hogy hasonló, nem csak de... Nem szerelemről volt szó, hanem például a 89 rendszerváltás. Ugye korábban Jugoszláviában a karácsonyt nem volt illő ünnepelni, a rádióban sem voltak ünnepi műsorok. 1989-ben a rádió vezetése hétfő délelőtre egy ülés kollégiumot összehívott, hogy megbeszéljék majd, hogy a szabadkai rádió egyáltalán ünneplie a karácsont, vagy milyen formában erre mit ad Isten. Szombaton az ifjúsági műsorban már nagyon ünnepeltük a karácsonyt, úgyhogy hétfőn már nem volt miről beszélni gyakorlatilag a rádió vezetésének. Én azt is hallottam, hogy ebben a kritikus periódusban a Szabadkai Rádió, és főleg itt a Fifi, az nagyon bátor volt. Miért volt nagyon bátor? a Milosevicsi korszakban gyakorlatilag hát mi az egyetemista tüntetésekről tudósítottunk. Ott voltunk a helyszínen a sorban, bekapcsoltuk a magnót és tudósítottunk. Az ellenállás tagjaival gyakorlati napi kapcsolatot tartottunk, az ifjúsági műsorban rendszeres szereplők voltak. És még annyi, ami nagyon érdekes, nyilván ugye említettük, hogy ez most már 38 év után lesz holnap szombaton megint ez a műsor, rengeteg ember megfordult a fifi alatt. Az előbb beszélgettünk a műsor előtt, és én őszintén mondom, hogy kezdem magam kellemetlenül érezni, hogy én nem, nem fifiztem régen, hogy ki mindenki volt itt, ki mindenkiből mi lett, milyen érdekes életútak vannak. Én nagyon röviden csak bevezetőt mondanák, a Laci barátom ebben a lexikon minden tud, a világ minden tájára szétszorultunk. A holnapi műsorban bejelentkezés lesz Kanadából, Ausztráliából, talán Skóciából is, aztán az európai országokat, ugye ne soroljam. Tehát mindenhova jutott belőlünk, és mondhatom, a nagyon szép karriert befutottak a valamikori munkatársak, persze az itthon maradtak között is, de a Laci barátom részleteket is tud erről mondani. Kivel mi lett? Hát. Ö, ö... A sok száz fifisből, akik megfordultak az ifjúsági műsorban, tulajdonképpen én csak néhányat említenék. Tehát inkább így mondanám újságírói nyelven, hogy a teljesség igénye nélkül néhány, néhány nevet említenék. Elsősorban megemlíteném Vasévát, aki a médiumban szerintem a legtöbbet érte el. Ő 17 éven keresztül a TV2 felelős szerkesztője volt, majd ezt követően áttért Stáljudit szerkesztés politikájához. Ö, tehát ő a mai napig ott maradt, és azt készíti, azt csinálja, amit, amit itt Szabadkán. Vagy Gubáscsilla, aki az EHO TV-ben dolgozik. Vagy Hevér Lóránt, aki a TV1-ben dolgozik. Mészáros György, aki itt van az egyik szabadkai, illetve helyi rádióban. Tehát ezek azok, akik a médiumban maradtak. Viszont meg kell említeni például azokat az embereket, akik nagyon szép pályát futottak be a saját területeken. Például a Klevecska a, nem aki csak, nem, csak nem csak Európa, hanem a világ egyik vezető elektromérnöke. Vagy, vagy például említsük Domján Erikát, aki sok mindennel foglalkozott, itthon patológus volt, azt követően a marketingben volt rettentően népszerű és nagyon jó fej. Most például, most például Kanadában egy vezető, vezető gyógyszertárban dolgozik. Vagy például említsük Dörfel Viktort, aki Szabadkán szintén a Fifi-ben dolgozott, most pedig Glasgow-ban az életemen vezető tanár. Vagy, aki szintén itt nálunk kezdett, Simon Attila, a kisati kis DJ Simon, DJ Simon Kanadában, például az ő vendége volt, Vilmos Herceg és felesége. És Attila érdekes módon, ha bár a robotisztikában és az, és, és az automatizálásban dolgozik, de továbbra is zenész, továbbra is uh, lemez uh, klubokban lép fel, és így voltak a vendégei, tehát például Vilmos Herceg és a többi. Vilmos Herceget tanítod a dj eskedni vagy Így is. van, így van, képek is vannak, igen, képek is vannak az interneten, és, és ez, ez, az egy nagyon jó dolog, és egy nagyon szép dolog, uh, hogy tulajdonképpen innen, innen indultak ezek a fiatalok, akik valami módon mindenütt megállják a helyüket, akár Európában, akár a nagyvilágban, akár a szakmában, amit tanultak, vagy pedig egy más szakmában, amit tulajdonképpen szakmának választottak. Igen, nagyon érdekes, a média az egy olyan ö, ö, dolog, ami kicsit ilyen fertőző, de hát előre tudjuk, hogy még mindig, még mindig a médiában van, és hogy kinek mit adott ez, és mennyire ragályos, és mennyire marad meg ez élete végéig az embernek, hogyha valaki valaha is médiázott egy pár évet. Én azt hiszem, hogy nem tud szabadulni. Hát én, én, vagyok egy, aki szabadultam. Én 77-ben kezdtem, és 97-ben fejeztem be, és amikor befejeztem, akkor nagyon befejeztem. Tehát kisriportelként kezdtem, és azután fő munka, tehát az volt a fő munkám, a Szabadkér Rádióban dolgoztam sokáig, rendes munkaállásban, munkaviszonyban. És akkor, amikor láttam, hogy ennek sok jövője itt, olyan téren, ahogy én elképzeltem, nincs, akkor megpróbáltam külföldön, sajnos nem úgy működött az egész dolog, mint egyes másoknak, és teljesen más választottam. De a külföldön rádiózni? Így van, így van, így van, így van, így van, próbáltam, viszont nem sikerült oda bekerülnem, ahova gondoltam, olyan nevek mellé, hiszen olyanok voltak a konkurenciák akkor abban a 90-es évek végén, akiket egyszerűen akkor legyőzni nem lehetett innen vajtaságban. Tehát én így indultam, a médiumokat tehát tulajdonképpen én akkor mellőztem, és egy magánvállalkozásom van. Én teljesen hobbi szinten műveltem ezt a rádiózást, természetesen mindenféle anyagi térítés nélkül. Szerelemből, hogy így mondjam, szerettük ezt a műsort, és, és, és élveztük minden pillanatát. Aztán a hosszú évek után először kis munkatársként, végül Ágoston Gabival már szerkesztettük is évekig a műsort, és akkor, amikor az egyetemi éveknek vége lett, és amikor bekerültünk a nagybetűs életbe, ugye, akkor ugye innen kiléptem, és hát nekem sokat segített, sok útravalót adott, mai napig élek belőle, ugye a beszédkészséget fejlesztette, a magabiztosságot, a fellépést, helytállást, és ezt én mind a mai napig hordom magamba. És még egy nagyon nagy dolgot, a, a, a csapatmunkát, a csapatszellemet, azt itt megtanultuk örök időre. Holnap viszont lesz egy retro műsor, egy osztálytalálkozó. Hogy fog ez kinézni? Mire számíthatnak a hallgatók? Hát elsősorban a fő is felelős szerkesztőt kellene kérdezni. Gyakorlatilag én annyiban járultam hozzá a műsorhoz, hogy Laciéknak átadtuk a 12-től 15 óráig tartó műsoridőt, régen a három órás wifi ebben az időpontban volt hallható, tehát ebből az alkalomból még a déli hírek is negyed órával előre kerül, hogy a nagy csapat gyakorlatilag a három órát ki tudja majd tölteni, és én azt hiszem, hogy anyagok lesznek is, tehát nem lesz az, hogy túl sokat kell muzsikálni, bár zene is lesz a műsorban. De hát a a főszervező. Hát én nem vagyok főszervező, tehát tulajdonképpen itt a fő szerkesztő, az Buszko Gyuri, tehát ő fogja megmondani, hogy mi is lesz holnap. Itt, itt, itt megragadom az alkalmat, hogy, hogy elmondjam, szerénykedik itt a Laci, ha természetesen az Ernőt is minden tisztelet, de ha a Laci barátom nincs, akkor ez a holnapi műsor sincs. Tehát ő rengeteg időt szentelt rá, megkereste a világ minden zegzugába a régi munkatársakat, Skype-on felvételeket készített, megszervezte, hogy az anyagokat küldjék, én az e-mailen kapom az írásokat folyamatosan, tehát már holnap egy, egy félkész műsorral indítunk a délelőtt, tehát rengeteget letett az asztalra, hogy ez a műsor összejöjjön lelkesen és szívvel, lélekkel. Tehát én csak megköszönni tudom, és biztos vagyok benne, hogy a, a, a hallgatók sem fognak csalódni. Ki mindenkit sikerült úgy elérni, hogy, hogy ott legyen személyesen holnap? Hát holnap, akik személyesen itt lesznek, tehát a jelenlevő hármason kívül, ö, ö, megint csak a teljesség igénye nélkül. Alfási Tünde, Ágoston Gabriella, Farkas Edit, Barley Jenő, ö, ö, Csilla, Bitterman ö, ö, Csilla, Gombár Miklós Csendre, Pálfi József, Pap János, Kis János, éva. így van. Tehát ezért mondom, tehát sokan leszünk, körülbelül egy 20, 20 személy a régi nagyok közül. Arra is kíváncsiak vagyok, hogy nyilván ezt majd a, a, hallgatók már nem fogja látni, de lesz ezután egy ilyen osztálytalálkozós buliszerűség is? Természetesen. Tehát akkor még egyszer mondjuk el, hogy aki kíváncsi, holnap kapcsolna a Szabadkai Rádióra, vagy kapcsolja be a rádióját, és 12-től 15 óráig hallgassa, hiszen ismét olyan hangok fognak felcsendülni, ami nyilván nem csendült fel már egy jó ideje. Köszönöm a vendégeimnek, hogy itt voltak ma. Mi is köszönjük. Holnap köszönjük. én is hallgatni fogok teljesen a műsort. Rögtön pedig köszönöm a figyelmet, viszont hallásra.